Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. A legendás labdarúgó Dunai 2 Antal is részt vett az FC Ajka pályavilágításának átadásán. Mi ebből az alkalomból beszélgettünk vele, kérem tekintsék meg összeállításunkat. Mi a három vidámból virág, hogyha alatti a hálóba tám, boldog a szurkoló, ha sok az induló, a lelátó zsúfolva áll. A három királyok egyike, az 1970-es évek ünnepelt focista sztárja, gólkirálya. Az igazi foci rajongók még ma is, legmélyebb álmukból felriasztva is sorolják a legendás ötös fogat, Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai 2 Zámbó csatársorát. Dunai Antal számára hosszú út vezetett Garától Mexikóvárosig. Bács-Kiskun megyében határ mentén, akkor Jugoszlávia, ugye 5 kilométerre, egy Gara nevezetű faluba, akkor falunak hívták, látta meg a napvilágot. De érdekes módon megjegyezni itt mindjárt, hogy abban a faluból a bátyám is volt olimpián, bronzérmes, és volt még egy társam, a Páncsis Miklós fradista, aki szintén olimpiabajnok, én olimpiabajnok vagyok, a bátyám meg bronzérmes, mind a hárman voltunk nagy válogatottak, egy 4000 lakosú kis vidéki városba kerültünk ki, vidéki faluból, nem város, kerültünk ki, és ez nagyon nagy dolog. Hát aztán Bajára kerültünk későbbiek folyamán, ott jártam az általános iskolát és a középiskolát, és ott fedeztek fel. De azt is meg kell mondani, hogy már itt a szülőfalumban is, Baján is, ugye fiatalon már, hát nem voltak ilyen lehetősége, mint ma a mai fiataloknak, ugye műfő, stb. Sportcentrum, minden, ugye egy liba legelőn, ugye az utcákon, hát homokos, göröngyös talajon futballoztunk. Azon kívül ugye mi Duna mellett, ugye Dunának van egy melegága, Sugavisza, Petőfi-sziget az ugye, amikor megáradt, kijött, akkor visszamaradt a homok, hogy bokágérő homokba játszani, ott a labdát vezetgetni, ha ott az ember megtanulja az alapokat, akkor már sima műfűvön, majd későbbek folyamán, vagy szép zöld természetes fűvön már jobban tudja, hogyha a göröngyösön tudja. Tehát sok minden meg lehet tanulni az utcán, ma más világban a fiatalnak sok minden más lehetőségük van, ugye az internetől kezdve ezek a modern dolgok, ma már ugye, hát ez nekünk idősebb magas, nekem is, bár valamit konyítok hozzá. Hát aztán ugye az ember mit lehetett akkor csinálni? Elhatároztam fiatal koromban, a suli nem nagyon ment. A suliba hazajöttünk, a táskát bedobtuk a sútba, ugye, vagy a táska volt a kapu. Ugye a osztálytársaimmal csináltunk két-két kaput, aztán foci. Hát késő estig játszottuk, nem néztük, mint ma már egy fiatal nézi, hú, már fél órát játszottam, akkor már megy be, meg mind ugye van más dolga is, meg nyelvet tanulni, meg a házi feladatokat, meg minden, akkor is volt, de nem ennyire, és nem törődtünk annyira a dologgal. A suli nem nagyon, meg leérettségiztem nagy nehezen, megmondom őszintén, de már 16 éves koromban, akkor még Magyarországon csak egy ifjúsági válogatott volt, 18 éves ifjúsági válogatott volt, egy, és engem 16 éves koromban már fölhívtak, tehát úgy néz ki, hogy valami tehetség, született tehetség, valami van rajtam, és akkor úgy elgondolkoztam, hogyha engem már 16 éves koromban fölhívnak Budapestre, hiszen abban az időben beszélek a 60-es, 50-es, 60-as évek között, hát még Pesten is talán háromszor voltam, ugye kirándultunk az iskolában, a parlamentben, meg ugye nézegetők a nevezetességeket Budapesten, és már Bécsbe járok, Ausztriába, ugye, a válogatottal. Sőt, 1960-ban tagja voltam, amelyik megnyerte az Európa-bajnokságot, a 18 éveseket Bécsbe volt, megnyertük. Tehát akkor ugye eldöntöttem 16 évesen, hogyha engem fölhívnak, és matematikából ugye majdnem, hát megbuktam, rájöttem, hogy matematika professzor nem leszek. Ugye? De viszont a fociba hívnak, akkor elhatároztam így magamban, bár a majdnak is így kéne elhatározni, hogy akkor én szeretnék lenni egy hát magyar válogatott, olimpiabajnok, válogatott gólkirály és egy jó NB1-es focista. Dunai Antal talán azért is példakép lehet a mai játékosoknak és fiataloknak, mert élete, pályafutása a legjobb példája annak, hogy nem mindig elég csak álmodozni vagy beszélni a kitűzött célokról, hanem
Ezt nem csak mondani kell, meg kell tenni. Én már akkori koromban, fiatalokban, ugye hirtelen nőtt vidéki gyerek voltam, lassú mozgású, nem volt jó a technikám, a futótechnikám, de a labdához való, hát hogy is hívják, az látszott, hogy az értek valamit hozzá, és akkor mondták a szurkolók, hogy ügyes ez a, akkor még tulajdonképpen azt is meg kell mondani, én nem dunai voltam, én dujmo, tehát én horvát származású vagyok, anyanyelvem is az, tehát beszélem is az nyelvemet. Most már lassan elfelejtem, bár nem felejtem el az anyanyelvemet, csak a bátyám él, tehát nem igen tudunk beszélni. Páncsics Mikis, az is horvát, az is oldavalosi, tehát a válogatottban együtt játszottunk, az olimpián együtt voltunk, és akkor beszélgettünk, ki tudtuk beszélni egy-két gyereket, már visszalődve persze. Na lényeg az, hogy ugye aztán később folyamán a bátyám is NB1-es játékos lett, ugye ő elment Bajáról Pécsre, én átvettem a helyét Bajai Bácskaposztóba, NB3-ban, 16 éves koromban. Orvosi igazolásra kaptam felnőtt csapatba játszani. Akkor több csapat elment Pécsre, engem több csapat el akart vinni, fővárosi csapatok el akartak igazolni, végülis a bátyám intézte, utána mentem, ugye? És akkor ezekben a fiatal koromban, amikor rájöttem 16-tól, ugye az ember úgy 20-21-22-ig fejlődik mindenbe, tehát az embernek az egész teste, és gondoltam, hogy hát egy-két hiányosság, amit úgy hallottam, ahogy kritizáltak, hogy hát lassú a mozgásom, stb. És akkor én oda mentem az atlétaedzőhöz, akkor még konditerem nem volt, akkor megfűztem egy esztergályost, aki egy 20 kilós vasrudat kiesztergálta a fogást, ugye, és azzal a muter megengedte, hogy a szekrény mögött tartsam a súlyt, reggel fölkelni, googolgatni, húzogatni az expandert, meg minden, úgyhogy kimenni, futócipőt vetetett velem az atléta edző szögeset, amivel a stílusomat javítottam is. Évek óta jegyzeteltem, hogy miket csinálok a súlyokkal, és a futást, mennyiséget is írogattam, és ezt így úgy mentem, tehát évekig írtam, és csináltam, sőt aztán ugye Pécsre kerültem a bátyámmal, ő intéz dolgot, ott már 18 évesen NB1-ben játszottam, és amikor jött a Fradi, hogy valami még aznap, ma aztán kevesen csinálják meg, hogy aznap délelőtt, akkor nem volt világítás, ugye itt Ajkán is világítás van, tehát délután 3-kor voltak a meccsek, vasárnap Fradi ellen, és én délelőtt egyéni edzést végeztem, sprinteket végeztem, 30x30-at még csináltam, aztán ma azt kevesen csinálják meg. Hát egy pár év múlva annyira felgyorsultam, hogy a 100 méter 11 alatt futottam, ami atlétának is egy nagy dolog volt abban az időben, de a 100 métert nem kell futni, ahogy is hívják be a pályán, de 30 méteren is nagyon gyors voltam. 3,5-16 futottam a 30 métert. Az akarat, a szorgalom, a kitartás 1964-ben meghozta a gyümölcsét. Hamarosan a fővárosi klubok harcba szálltak a megszerzéséért. Pécsre kerültem, Pécsen kikerültem az olimpián, 64-es olimpiának. Milyen a pek, hogy 64-es Tokió olimpián ott voltam már, a Beneferi, akivel egymás ellen játszottunk, mert még kaposvári gyerek volt, még baja, és egymás ellen játszottunk. És az ifjúsági válogatottba is később folyamán bekerültünk. Aztán ugye kikerültünk a válogatottba is bekerültünk, és Tokióba ugye együtt voltunk, és én olyan pekemre ott valahogy, mint vidéki gyerek voltam, pécsi, ő már akkor Újpestben játszott. Hát nem kaptam lehetőséget a játékban, ezért nem voltam olimpiai bajnok. Pedig két évig állandóan jártam edzésekre, és a selejtezőkről játszottam, ami azt jelenti, hogy a kvalifikáción bekerülni azban mindenhol játszottam, minden meccsen is, gólokat rúgtam, ahhoz, hogy kijussunk a Tokióba, ott nem kaptunk, öten nem játszottunk, ezért az volt a szabály, aki nem játszik, nem kap nem olimpiai bajnokságot. Az igazság az, hogy lehettem volna háromszoros olimpiai bajnok, mert utána 68-ban Mexikóban voltam, ott játszottam, majdnem gólkirály lettem, és Münchenben is játékos voltam a Müncheni olimpián 72-ben. Ott meg fél időben még aranyérmesek voltunk, 1-0-ra vezettünk, ha úgy már az eredmény, akkor aranyérmes. Tehát lehettem volna, ha Tokióba kellett volna játszom, háromszoros olimpia bajnok vagyok futballban, így is a legtöbb olimpián én voltam, mert 96-ban az atlanti olimpián én voltam az edző. Tehát 72-ben még játékos voltam, 24 évet kellett várni, hogy újból kijussunk az atlanti olimpiára. A Dárdai, aki a szövetség kapitány volt nemrégen, ugye mar az én játékosom volt, a Lisztes többek között Sándor Tamás, szóval nagyon jó kis csapatom volt és jó játékos vagyok. És újabb magyar támadás, ezt azonban Kabát megállítja, a bal szélső átkeveredik jobbra, míg a saját tér felé van, továbbítás a saját magának, azonban ezúttal rossz, senki mellette elcsúszott, Táncsics megszerezte a labdát, szélsebesen robott felfelé, na most egy jó beadás, kiválik a lábáról, kikerül alatt a szöglet, Dunai kettő kapja, megfordul, lőjünk, gól! Hazai és nemzetközi sikerek sorát tudhatja maga mögött Dunai Antal. Játékosként, majd edzőként is nagyszerű pályát futott be. Ugye én kikerültem Spanyolországba, 10 évig voltam, nagy szerencsém volt, hiszen háromszor gólkirály voltam is, mind
mint Európában második legtöbb gólt rúgtam. Ező Szipős lett a második helyen, egy nagyon híres portugál nyerte meg, egy Eusébio, nagyon híres, nagyon a világon mindenki ismeri, a világ egy legjobb játékosa volt. Azzal voltam kint Párizsban, és a Lidóba vettem át, ő az aranycipőt, én az ezőcipőt, és egy harmadik helyzet a bronzcipőt. Következő évben is gólt kerettem, 31 góllal, 36 gólt rúgtam egy évben, azzal lettem ezőcipős, következőben 31-et rúgtam, azzal még bronzcipős lettem, megint a Molerusba kellett menni, egyszer a Lidóba, egyszer a Molerusba. Nem volt rossz, 21 évesen meg francia pezsgőt kocintani. Úgyhogy, hát szóval így történt, aztán Újpesthez kerültem, pontosan a Tóki olimpián egy szobában voltam Benével, és ő mondogatta, jobb, Andi, gyere ide, ismerjük rég egymást, játszunk, szép, jó csatársor lesz, Görös, Fazekas, Görös, Bene, Dunai, Zámból, az lesz, mi ketten éket játszunk, góllövők vagyunk. És nem bántam meg, mert a Fradi akart nagyon, de végül is akkor azt választottam. Akkor nősültem 64-be, lakást is biztosítottak, ugye Pécsről följön, az sem mindegy, fiatal házas, hogy hol lakok, nem? Én mindjárt kaptam egy szép kétszobás lakást. Szolgálati volt ugyan, na mindegy. A lényeg az, hogy tehát Újpestben játszottam, 7-szeres bajnok vagyok egymás után, 3 olimpián voltam, ugye 3-szor voltam gólkirály, Európa bajnok, 4. helyzet vagyok, ami Európa bajnokságon 72-ben voltunk Belgiumban, azóta nem voltunk ki még magyar válogatott, 72 óta nem vagyunk ki, talán most, ha megverjük a románokat, és egy X kell, még egy döntetlen kell az északérek ellen, akkor kijutunk a francia Európa-bajnokságra. Nagy dolog lenne ennyi idő után, 72 óta. Ezüstcipős focistaként külföldön is ismerté vált. Fiatalon mégsem választotta a nemzetközi futballkarriert. Nagy szerencsé volt, hogy végül is ugye nagyon sok helyen jártam külföldön, nagyon ugye mind ezüstcipős le is akart igazolni engem a Barcelona, mikor megnyertem, ugye gólkirály voltam, de hát a rendszerváltás előtt, ahhoz el kellett volna politikai menedékjogot kellett volna kérni, ahogy mondták, akkor disszidálnom kellett volna, de család, minden, hogy. Tehát meg se fordult a fejembe, de azért jó lett volna. Mai fejemben már lehet, hogy kimaradtam volna, úgyhogy azért egyszer játszhattam volna egy Barcelonába egy pár évig, az se lett volna egy kutya. Úgyhogy aztán végül is a Kubala László, aki egy nagyon nagy híres futballista volt magyar, aki 18-12 óra már a hogy is hívjákban játszott a Barcelonában, egy legenda, hát úgy néztek föl rá, és ővel nagyon jó barátságban voltunk, meghívta a magyar válogatottat, mikor mi játékosok voltunk, Iroszi Rudi bácsi nagyon jó barátja volt, és ő akart leigazolni engem, aztán később fontos, mondta, Anti, nem baj, majd edzőnként kijössz. Hát hip-hop, nem is voltam edző, itt a Magyarországon is egyszer csak kihívtak, és kim voltam Spanyolországon, nem tudtam beszélni, nem is voltam edző, nem tudtam spanyolul, ő azt mondta, neki hittek, megmondta az elnöknek, az ottani elnöknek, hogy van egy nagyon jó magyar edző, nagyon jó edző, és tud spanyolul. Se nem voltam edző, se nem tudtam a spanyolul. Lehet megnyertem a bajnokságot, úgyhogy nem tudtam, de látták, hogy értek hozzá, meg hát naponta 6-7 órát tanultam a spanyolt, és majd olyan szintre jutottam, hogy helyesebben beszélem a spanyol nyelvet. Azért beszélek ilyen gyorsan is, mert én minden nap beszélek spanyolul. Dunai Antal 1999-től az Ifjúsági és Sportminisztériumban miniszteri biztosként és tanácsadóként dolgozott. 2006-ban az MLS szakmai ügyekért felelős alelnöke lett. Azóta is nagy odaadással segíti a szövetség munkáját. A Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át munkássága elismeréséül.